Azt az egyet kérem, csak azt nem, mert akkor nem fogom tudni elmondani, pedig hazafelé jövet elhatároztam, hogy tiszta vizet öntök a pohárba, akkor is, ha belehalok. A fesztivál az elmúlt évekhez hasonlóan a Zentei Magyar Kamara Színház és a Magyar Teátrumi Társaság szervezésében jön létre, amelyen színes gyermek és felnőtt előadásokkal várják a közönséget. Idén a rendezvény 5 naposra bővült. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is több mint 320 néző tekintheti meg a Zentei Teátrumi Nap a program keretén belül létrejövő előadásokat. Maga az előadás a nagyszínpadon fog zajlani, viszont a kamarateremben szintén megoldják az előadások kivetítését. Mindenem megvan. Ki? Ti odafönt! Viser Johán, a Zentei Magyar Kamaraszínház igazgatója ismertette a fesztivál tervezett programját. Esténként olyan neves színészek előadásai lesznek láthatók, mint Cserhalmi György, Pindrox Csaba és Verebes Linda, továbbá a Békés Csabai Jókai Színház és a Fővárosi Nagy Cirkusz koprodukciója, valamint a fesztivál zárásaként a Budapesti Nemzeti Színház előadása lesz látható. Délelőttönként, 3 délelőtt, csütörtökön, pénteken és szombaton gyerekelőadásokat fogunk bemutatni. Csütörtökön a Zentai Magyar Kamara Színház új bemutatóját fogjuk játszani. Pénteken délelőtt a Zente Ferenc Színház, a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház mutatja be az előadását. Szombaton délelőtt pedig a Békés Csabai Jókai Színház előadását várjuk. Az előadások előtt és után pedig a budapesti, a fővárosi Nagy Cirkusz artistái fognak nekünk bemutatót tartani a különböző cirkuszi kellékekről, és ezeket lehet majd kipróbálni, ezeket fogják a gyerekek kézzel megfogni. A rendezvény programja ingyenes, helyjegyeket lehet igényelni a Zentei Magyar Kamara Színház pénztárában hétfőtől minden hétköznap 10-től 12 óráig, valamint kedden és csütörtökön 17-től 19 óráig.